Hatalmas lendülettel a költségeket nem kímélve ment neki a Microsoft az új konzol generációnak. Összerakott két eltérő igényeket kielégítő hardvert, felvásárolt egy sor stúdiót, majd a Bethesda anyavállalatát is. Eközben tovább hízlalta az Xbox után PC-re és a felhőbe is kiterjesztett Game Pass szolgáltatást, azaz a korábbinál jóval erősebb pozícióból folytathatta rivalizálását a Nintendo-val és elsődlegesen a Sony-val. A befektetett milliárdok dacára azonban az igazán lenyűgöző eredmények még mindig váratnak magukra. Azt a lendületet ugyanis, amit az önmagához képest kimondottan jó második féléves teljesítményével szerzett 2021-ben, a rákövetkező évben el is vesztette. Tavaly csak a Deathloop Xboxos portját, az As Dusk Falls-t, a Grounded teljes verzióját és a Pentimentet tudta felmutatni a Microsoft, ami, még ha egyébként jó játékokról is van szó, sovány eredmény a konkurensekhez képest. 2023 viszont más lehet, hiszen egyfelől már áprilisban pont kerülhet az Activision Blizzard tavaly óta húzódó felvásárlásának végére, másfelől részben a csúszások miatt most már tényleg beindulni látszik az évek óta ígérgetett játékáradat. Csak június végéig legalább 6 játék érkezik PC-re és vagy Xbox-ra, illetve kivételes esetben más platformokra is. Ezekből többnek napokon belül megismerjük a megjelenési dátumát az Xbox új formátumú játékbemutatója, a valahol a PlayStation State of Play-ek, a Nintendo Direct-ek és a tradicionális fejlesztői naplók között félúton elhelyezkedő Developer Direct első, január 25-ei adásában. Mindazonáltal nem felejthetjük el, arról a Microsoftról beszélünk, amelyik a valósággal brillírozik, amíg csak ígérgetni kell. Ha már valóra is kell váltani az ígéreteket, akkor bizony gyakorta elfogy a tudomány. Ebben a videóban ennek szellemében egyenként végighaladunk a Microsoft Gaming alá tartozó Xbox Game Studios és Bethesda stúdióin, számba vesszük, hogy mind dolgoznak és hogy mikor lehet bármi kézzel fogható a projektjeikből. Sokkal lassabban halad a 343 Industries csapata a Halo Infinite funkcióinak és tartalmainak bővítésével, mint az üdvös lenne, ezért most arra a játékostábor zöme elpárolgott. Ezen változtathat a Certain Affinity által fejlesztett Project Tatanka néven futó Battle Royale-szerű élményt ígérő játékmód, amelynek érkezésére leghamarabb a június 28-ára dátumozott Season 4 indulásakor számíthatunk. Amennyiben pedig kivételesen szerencsésnek bizonyul a csillagok állása, akár a pletykált The Endless kampány DLC-vel is meglepett minket a 343, ám mivel pillanatnyilag a multiplayer megmentése élvez prioritást, takaréklángra csavarjuk az elvárásainkat. A potenciálisan az év második felében bemutatkozó és talán még idén meg is jelenő alkotások közé sorolható a We Happy Few-t is fejlesztő Compulsion Games új játéka. Az eddig megszellőztetett és több, igaz nem hivatalos forrás által megerősített értesülések alapján AAA kategóriás, külső nézetes, a történetmesélésre nagy hangsúlyt fektető akciókaland lesz, tehát pontosan olyan, amiből hiányt szenved az Xbox. Ha minden igaz, a Project Midnight különleges dark fantasy milliővel fog rendelkezni, amiben a gótikus stílus keveredik az Egyesült Államok déli részének jellegzetes, afrikai és karibi hatástól sem mentes kultúrájával. 2021 nyarán Tim Schafer és csapata a Double Fine Productions elégedetten dőlhetett hátra a Psychonauts 2 túlnyomó részt pozitív értékeléseit látva, de a hozzá hasonló kreatív elmék rosszul viselik a tétlenséget, ezért nem sokkal később már új játék ötleteivel borzolta az idegeinket. Természetesen csak apró morzsákat hullajtott el a Double Fine feje, még nincs itt az ideje annak, hogy a részletekbe is beavasson minket, ám tény, hogy a jövőbeli tervei között multiplayer fókuszú alkotás is szerepel, a következő játékról pedig annyit mondott, hogy nem folytatás és nem is adaptáció. A stúdió karácsonyi képeslapját kísérő, sejtelmesen fogalmazó üzenet arra enged következtetni, hogy a madarakhoz lesz köze. Kevés konkrétummal, annál több vicces Twitter poszttal jelentkeztek a Wasteland 3 fejlesztői, vagyis az In Exile Entertainment az elmúlt években. Annyi bizonyos csupán, hogy Unreal Engine 5-re épül az In Exile következő játéka, valamint hogy FPS és RPG ötvözete lesz, ahogy azt a stúdió alapítója, Brian Fargo is közölte, egy ilyen jellegű alkotás sok időt igényel, ezért még jó darabig nem ismerhetjük meg a részleteket. Legfeljebb azokon a pletykákon csámcsoghatunk, amelyek steampunk környezetbe helyezik a Project Cobaltot.
ugyan távolról sem aratott olyan zajos sikert a Minecraft Dungeons, mint az alapjáték, a Mojang Studios elképzelése, hogy különböző műfajú spin-offokkal gyarapítsa a kockavilág rajongóinak számát, abszolút életképes. A következőre nem is kell már sokat várnunk. A Blackbird Interactive közreműködésével megvalósuló akciostratégia, a Minecraft Legends még június vége előtt megjelenik, és ebből a PlayStation-ös és a Nintendo-s közönség sem marad ki. Azt a taktikát választotta a Ninja Theory, hogy két látványos bemutató között a fejlesztésben elért apró eredményekről is beszámol, így senkinek nem kell aggódnia amiatt, hogy esetleg nem lesz elég élethű a madárürülék a Senua's Saga Hellblade 2-ben. Még mindig óriási potenciált látunk az Unreal 5-tel életre keltett akciókalandban, amely akár az Xbox God of War-ja is lehet, ha minden jól alakul. A stúdió még nem árult el a megjelenési dátumot, de azt megerősítette, hogy idén további fejlesztői naplókkal jelentkezik. Ki tudja, még a végén a Hellblade Senua's Sacrifice folytatásával búcsúztatja az igencsak erősnek és emlékezetesnek ígérkező 2023-at a Microsoft. Tavaly egy hosszabb korai hozzáféréses időszak után elrajtolt a Grounded túlélőjáték, majd pedig az egészen különleges képi világgal rendelkező, kaland és szerepjátékos elemeket vegyítő Pentiment is. Az Obsidian Entertainment mindkét kísérleti projektje remekül sikerült, de ne feledjük, hogy még csőben van két nagyobb lélegzetű RPG is, a szatirikus sci-fi kedvelőinek szánt The Outer Worlds 2, valamint a Pillars of Eternity világába helyezett Avowed. Benfentesek már tavaly arra számítottak, hogy az utóbbiból végre játékmenetet villant az Obsidian, idén pótolhatják ezt a mulasztást. Mindazonáltal szerepjátékos fronton ez az év a Starfield-é, és úgy véljük, hogy a Microsoft időt fog hagyni a Bethesda RPG-jének, hogy megtalálja a maga közönségét, ezért csak valamikor 2024-ben fut majd be az Avowed. Még adósunk egy Forza Horizon 5 kiegészítővel a Playground Games. Ez a csapat ígérete szerint már az év elején megjelenik, utána viszont, akire nincs szükség a gyaníthatóan már készülő Forza Horizon 6 fejlesztésének korai szakaszában, az mehet a Fable rebootot kalapálni, amiben az Eidos Montreal is besegít. A 2020-as beharangozó óta még semmit sem láttunk a nyitott világú autós címekre szakosodott stúdió első szerepjátékából, tacára annak, hogy az Xbox Game Studios vezető Matt Booty már megszerette volna mutatni nekünk. Van egy olyan megérzésünk, hogy idén végre megengedik a fejlesztők, a premiért illetően viszont csak egy konzervatív jóslatot engednénk meg magunknak. Leghamarabb fél vagy egy évvel követi az Avowedot, hogy semmiképp se halássza el egymás elől a játékosokat a két fantasy RPG. Még 2019-ben szereztünk tudomást az Everwild létezéséről, de a Rare meseszerű, meghatározhatatlan műfajú játékát azóta kevesebben látták, mint a havas ilyetit. Ebben bizonyára közrejátszik, hogy időközben távozott a projekt vezetője, valamint olyan aggasztó hírek is szájra kaptak, amelyek szerint a csapat visszatért a tervezőasztalhoz, azaz lényegében előről kezdte a fejlesztést. A stúdió szerencséjére a rendszeresen új tartalmakkal frissülő Sea of Thieves váratlanul nagy sikert aratott, így nem kell attól tartaniuk az alkalmazottaknak, hogy Phil Spencer hirtelen magára ölti a Rozsorú szerepét. Fontos fogaskereke az Xbox Game Studiosnak a Gears franchise útját egyengető The Coalition. A stúdió legutóbbi játéka a Splash Damage-el közösen készített Gears Tactics volt még 2020-ban, így lassan itt az ideje, hogy bejelentsék a párhuzamosan futó Unreal Engine 5-ös projektek valamelyikét, legyen az egy új IP, a Gears 6, vagy a korábbi részeket összefogó és PC-re is eljuttató remaster gyűjtemény a Halo The Master Chief Collection mintájára. Mi az utóbbira tennénk a pénzünket. Nagy reményekkel vágott neki a munkának az iparág legjobb stúdióitól rutinos fejlesztők és ifjú tehetségek tucatjait elcsábító The Initiative, amely a Microsoft szándéka szerint idővel hasonló szerepet töltene be az Xbox família életében, mint a Santa Monica Studio a PlayStation családéban. Ám de az elsőként beharangozott projekt a Perfect Dark Reboot fejlesztését a csapat jelentős részének távozásához vezető kreatív nézetkülönbségek hátráltatták. Végül a Crystal Dynamics bevonása oldotta meg a problémát. Matt Booty, az Xbox Game Studios feje és Phil Rogers, a Crystal Dynamics ügyvezetője szerint is sokkal gyorsabban haladnak a dolgok, mint korábban. A 2023-as megjelenés továbbra is valószínűtlen, ám de azt nem zárnánk ki teljesen, hogy több mint két évvel az első bemutató után idén ismét lássunk valamit a játékból.
Míg korábban két évente szállította a Turn10 Studios a Forza Motorsportokat vetésforgóban a Playground Forza Horizon-jaival, a sorszám és alcím nélküli új generációs rész már sokkal hosszabb fejlesztési időt kapott. Így nem csak a látvány tudott szintet lépni, hanem megújulhatott a fizika is, ami ugyanúgy hatással lesz a vezetési élményre, mint az időjárás és a napszakok dinamikus változása. Előre láthatóan már tavasszal elrajtol, a pontos megjelenési dátumot a január 25-ére időzített Developer Direct során fogjuk megismerni. Lassú víz partot mos alapon fokozatosan növeli felhasználói táborát a State of Decay 2, így napjainkra már a 10 millió főt is meghaladja azok száma, akik kíváncsiak lehetnek a zombis túlélőjáték 2020-ban beharangozott harmadik felvonására. A fejlesztés azonban kinkeserves lassúsággal halad, amihez hozzájárult, hogy tavaly Unreal Engine 5-re váltott a csapat, és egyes hírek szerint a koncepció nem igazán akar összeállni, mert a fejlesztők között van, aki MMO-sítaná a játékot, míg mások inkább fókuszáltabb és cserébe aprólékosan kidolgozott élményt szeretnének. Talán lökést ad a projektnek, hogy már az Unreal Motorhoz kiválóan értődő Coalition is besegít a State of Decay 3 munkálataiba, de még így is évekig eltarthat, mire az Undead Labs elő tud állni valami kézzelfoghatóval. Az Age of Empires franchise gondozására létrehozott stúdió, a World's Edge nemrég megerősítette, hogy felújított formában visszatér az Age of Mythology, valamint készül az Age of Empires Mobile is. Ám idén elsősorban a főszéria Xbox-os portjainak szenteli a figyelmét. Január 31-én meg is jelenik az Xbox One, valamint Xbox Series X és S konzolokra az Age of Empires 2 Definitive Edition, amit még az év vége előtt az Age of Empires 4 követ. Hogy miért pont ezekkel a részekkel kezdenek, azt nem tudjuk, de erős a gyanunk, hogy népszerűségi alapon döntötték el a kérdést. Az eddig felsoroltakon túl létezik még egy fontos részlege az Xbox Game Studiosnak, nevezetesen a külső partnerekkel együttműködő kiadói szárnya, amely az utóbbi években olyan címekkel gyarapította a platform, helyesebben az ökoszisztéma játék kínálatát, mint az Ori első és második része, a Microsoft Flight Simulator és az As Dusk Falls. Idén az Xbox Game Studios Publishing égisze alatt fog megjelenni PC-re a Civilization trónfosztására készülő Ara History Untold című 4X-es stratégiai játék az Oxide Games-től. Egy 2023-as premierre nem vennénk mérget, de gyaníthatóan az E3 magasságában újra hallani fogunk az Avalanche-féle Contrabandről, és az autós harcra fókuszáló multiplayer játék mellett jó eséllyel bemutatkozik a Stoic újdonsága is. A The Wandering Tower 2D-s, oldalra scrollozós akció-RPG lesz a Dragon's Crown stílusában. Képi világa a Vadon hercegnőjét, a Studio Ghibli 97-es animéjét idézi, miközben a címbeli harangtoronya féle főhadiszállásként szolgál, ahol kraftolhatunk és fejleszthetünk. Benfentesek szerint már idén megjelenhet. Egyébként az Xbox Game Studios Publishing még számos vasat tart a tűzben, ezek egyike egy titokzatos projekt Hideo Kojimától. Ahhoz képest, hogy Phil Spencerék az Activision Blizzard tervezett felvásárlásának elsődleges okaként a mobiljátékok piacára való belépést jelölték meg, feltűnő csend honol az egyetlen dedikáltan mobilos fejlesztő stúdió körül. A halifaxi AlphaDog Games figyelmét pillanatnyilag az androidos Mighty Doom instápolása köti le, ugyanakkor Todd Howard egy decemberi interjúban elkotyogta, hogy a készülő, de még bejelentésre váró címek közül épp egy olyanba sikerült beleszerelmesednie, amelyik történetesen mobilokra érkezik. Ennél többet viszont nem árult el. Így nem csak abban nem lehetünk biztosak, hogy új IP-ről vagy a Bethesda valamely franchise-ának kibővítéséről van szó, hanem abban sem, hogy az AlphaDog dolgozik rajta. Álláshirdetésekből és LinkedIn profilok frissítéseiből egyértelműen kiviláglik, hogy a Dinga Bakaba vezette Arkane Leon a Deathloop után sem pihen a babérjain, hanem új projektjén dolgozik. Ám míg a titokzatos játék megjelenésétől még évekre vagyunk, addig az Arkane Austin Harvey Smith vezénylete alatt az utolsó simításokat végzi a stúdió első nyitott világú játékán. Az egyedül és kooperatív módban is játszható Redfall, amelyben egy szigetet kell megtisztítanunk a vérszívóktól és csatlósaiktól, 4 eltérő képességekkel és fegyverzettel rendelkező vámpírvadász valamelyikét irányítva, a legfrissebb szivárgások alapján május 2-án fut be. Ritkán fordul elő a játékiparban, hogy valaki annyira nyílt lapokkal játszon, mint a Bethesda Game Studios, hiszen nem csak a soron következő játékáról rántotta le a leplet, hanem az azutániról is.
A The Elder Scrolls 6 és a Fallout 5 előtt azonban egy új IP-jé, a tudományos fantasztikum és a szerepjátékok rajongóit egyszerre megszólító Starfield-é a színpad. Az űrharcot és felfedezhető bolygók sokaságát ígérő monumentális RPG az Xbox legfontosabb címe 2023-ban, amit az is jelez, hogy a júniusra tippelt premier előtt egy külön neki szentelt Developer Direct során Todd Howardék részletekbe menően bemutatják, hogy mire is számíthatunk majd tőle. Azóta, hogy a Microsoft bekebelezte az Animax médiát, alig hallottak magukról az id Software fejlesztői. Mindössze a Free-to-Play Quake Champions-ről reszeltek annyit, hogy tavaly nyáron végre maga mögött hagyhatta a korai hozzáféréses fázist. Ami viszont a jövőt illeti, Marty Stratton stúdióvezető a legutóbbi Quake-on alkalmával mindössze annyi infomorzsát hintett el, hogy a csapata serényen ügyködik egy új játékon. Ez, amennyiben igazok a régóta keringő pletykák, az 1996-os Quake rebootja lesz, méghozzá női főszereplővel. Abból kiindulva, hogy milyen jól sikerült a Doom és a Wolfenstein feltámasztása, az utóbbi a Machine Games érdeme, cseppet sem bánnánk, ha így alakulna. Annyira viszont nem vagyunk optimisták, hogy úgy gondoljuk, már idén sort keríthet az id Software bejelentésre. Még mindig fájóan keveset lehet tudni a Wolfenstein rebootjával elévülhetetlen érdemeket szerzett Machine Games műhelyében formálódó Indiana Jones játékról, amit Todd Howard különböző műfajok keverékeként a franchise rajongóihoz címzett szerelmes levélként írt le. Mivel történetesen június végén kerül a mozikba a Harrison Ford főszereplésével forgatott Indiana Jones és a sorstárcsája, óriási ballépés lenne a Microsoft és a Bethesda részéről, ha kihagynák ezt az ígyszert, és az idei E3-on sem mutatnák meg a közönségnek a játékot. Emellett a Wolfenstein 3 is szerepel még a svéd stúdió teendőinek listáján, amiről korábban azt feltételeztük, hogy még Indi új kalandja előtt megjelenhet, de most már nem számítunk rá egy hamar. Az eredeti Prey és a Rune széria mögött álló Human Head fejlesztőiből verbúvált Roundhouse Studios a Bethesda legtitokzatosabb stúdiója, ugyanis 2019-es megalapítása óta hivatalosan egyetlen projektet sem társítottak hozzá. Ami biztos, hogy pillanatnyilag az Arkane Austinnak segít időben befejezni a Redfallt, ami viszont még megerősítésre vár, az egy közvetlenül a felvásárlás után szájra kapott pletyka, ami egy ismert képregényes franchise alapján készülő PvPvE jellegű játék körül forgott. A helyetekben idén még nem számolnánk vele. A ZeniMax Media megszerzése egy kis lépéssel közelebb vitte a Microsoftot a japán piac meghódításához, ugyanis a Tango Gameworks képében van már egy szigetországbeli stúdiója. S bár azt hihetnénk, az egyetlen újdonság, amire 2023-ban számíthatunk ettől a formációtól, az a tavaly PC-re és PS5-re kiadott Ghostwire Tokyo Xbox Series X-es verziója, március végén vagy április elején érkezhet, egy évvel a Sony-val kötött szerződés lejárta után, csak hogy úgy fest, a Tango még az évvége előtt bedob egy kisebb, kísérleti projektet az Xbox kalapjába. Ez nem más, mint a Jet Set Radio látványvilágából inspirációt merítő Hi-Fi Rush, egy ritmus alapú harcokra kihegyezett brawler. Azaz új IP, nem horror és nem is AAA kategóriás, ahogy azt Shinji Mikami stúdióvezető tavaly márciusban elárulta. Nem tudni, hogy mikor áll készen a ZeniMax Online Studios régóta pletykált új játékának leleplezésére, arra ellenben mérget vehetünk, hogy még jó sokáig nem hagy fel a The Elder Scrolls Online támogatásával. Olyannyira nem, hogy az első Developer Direct műsor idejéből az MMORPG friss tartalmaira is szánnak pár percet. Ha minden jól megy, hamarosan már többet fogunk tudni, de addig is írjátok meg, hogy ti mit vártok az említett címektől. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!